Köszöntöm az Unió kedves nézőit! Hét elején volt december 5-én egy éves évfordulója annak a rossz emlékű népszavazásnak, amely a kettős állampolgárságról szólt. Ezen a napon a magyar parlamentben Orbán Viktor felkérte az országgyűlési képviselőket, hogy néma egyperces felállással emlékezzenek arra az áldozatvállalásra, arra az önfeláldozó küzdelemre, amelyet a határon kívül rekedt nemzetrészek folytatnak 85 éve itt a Kárpát-medencében. Csak azt tudja igazán, hogy miről is volt szó, miről is van szó a Kárpát-medencében, a trianoni országhatárokon kívül, aki maga is szenvedő alanya, vagy esetleg éppen vezetője valamelyik elszakított nemzetrész küzdelmének. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tőkés Lászlót, mai beszélgető partneremet, vendégemet, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspökét, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét, aki 1989. decemberében elindította a változásokat, elindította a forradalmi változásokat Temesvárot, a Partiumban, Erdélyben és egész Romániában. Püspök úr, emlékezzünk vissza, idézzük föl ezeket a napokat. Hogy is volt 89. decemberében? A 9 hónapos hősies ellenállás vége felé milyen fejleményeket élhetett át a temesvári lelkész és temesvári hívők közössége? Temesvár és Románia kezdetben kimaradt azokból a változási folyamatokból, melyek már az év közepe óta elindultak egész térségünkben. Azt is hihettük, hogy ennek a társadalmi, történelmi földrengésnek az epicentruma messze van Romániától, és el fogja kerülni a változás országunkat, Erdély országot. Azonban később nyilvánvalóvá lett, hogy a kelet-németországi, magyarországi, csehországi változások, lengyelországi változások nem kerülhetik el országunkat sem, és végül is összeállt a kép. Jó magam természetesen még csak álmodni sem álmodhattam, és nem sejthettem, hogy mi fog kikerekedni városunkban, akkori gyülekezetemben, Ceausescu Romániájában, ahol a diktatúra megdönthetetlennek tűnt. Azt hihettük, hogy mint ahogy Fidel Castro nem buktatható meg, úgy Ceausescu is túléli a rendszerváltozást, de utóbb rácáfolt a történelem ezekre az aggodalmakra és hiedelmekre. Annyiban is érdekes egyébként ez az időszak, hogy Temesvár a határ közelében lévén a romániai médiatillalom alól ki tudott bújni, és jó magam közvetlenül végignézhettem főleg a magyarországi, de a jugoszláviai televízió adásain keresztül is a világban történülő dolgokat. Tehát azt mondhatnám, hogy minden idegszálunkkal rajta voltunk a helyzeten. Soha nem felejtem el példának okáért Nagy Imre újra temetésének a mélyen belénk ivódó élményét, vagy Václav Havel interjúit a Panorámában. Tehát azonos hullámhosszon voltam én magam is, és általában a város lakói a közép-kelet, a kelet-közép-európai események szereplőivel, és ezt gondolom, hogy kihatott az ottani, a nálunk történt változásokra.
Azon kívül egy egészen más optikából nézve egy gödör mélyén, egy verem mélyén érezhettük magunkat, ugyanis önkéntes számüzetésbe vonultam, amikor már elkezdődött a hajsza. 1989 áprilisában elmozdítottak állásomból, ekkor kezdődött az ellenállás. A legjobb módszernek az ellenállásra a zárt alakzatú szembenállás és hadviselés bizonyult. Bezárkoztam a parókiára, csak temetni mentem. Ebben a verem helyzetben kellett végig küzdeni azt a 9 hónapot, amely felér egy szülésnek az idejével. Az is mi volt egy forradalom. Tulajdonképpen nem láttuk, hogy mi fog születni ebből az ellenállásból, inkább arra gondolatott az ember, hogy ott hagyja a bőrét, hogy ott hagyja a fogát, vásárra vittük a bőrünket. Hát igen, mert egyszer előfordult, hogy 2 évre eltiltottak, püspök úr, ugye a lelkészi hivatástól, tehát a harcot nem akkor kezdted, amikor a Közép-Európába elindultak a változások, hanem már 80-as évek elején felléptél az önkény és a diktatúra és a kirekesztettség ellen. Igen, hát ezt nagyon örvendek, hogy említed, mert általában a szikra motivummal szokták megjeleníteni az én fellépésemet. Nem. Itt mély égésű, hosszan folyamatos égésről van szó. Már lelkészi pályafutásom elején elkezdődött ez a harc, és ez a harc tetőzött Temesváron, hát azelőtt ritkasság, egy püspök, kevés püspök mondhatja el, hogy munkanélküli volt, kidobták a papságból. Mert már Dézsen felléptem az egyházunkat és magyarságunkat sújtó hátrányos megkülönböztetés ellen. Elmozdítottak, munkanélküliségre kárhoztattak, felléptem az I. és Gyula elleni hajszában, a saját püspököm ellen, aki kárhoztatta a román közvélemény előtt I. és Gyulát, aki végre elkezdte a lelkiismeretet ébresztgetni annak idején, megtörte a csendet, és elmondta, hiszen Mitterrandnak, vagy melyik franciának mondta el, nagy politikusnak, amikor együtt reggeliztek. Tehát nagyon fontosak ezek az megelőző események az esemény történet szempontjából. Természetesen a végkifejlet az önmagában is megállja a helyét. Az egyházban felismertük többen a kollégáimmal együtt, például Molnár János volt borossebesi lelkésszel, teológus társammal együtt, aki jelenleg Szegeden él, hogy itt van egy olyan ellenzéki státusa az egyháznak, egy olyan ellenzéki vagy pseudo-ellenzéki lehetősége, amellyel egy totalitárius rendszerben egyik szervezet, a társadalom egyetlen szegmentuma sem rendelkezik. Mi egy kvázi ellenzéki ideológiát képviselő intézmény voltunk, ennek erre alapozva, és az élő hitnek az istentelenséggel, az elnyomással, az emberi jogok megsértésével szembeni természetes szembenállásából kiindulva léptünk fel. Ez vezetett például a kokáért oda, hogy 1988-ban a Temesvári Egyházmegyében Molnár Jánossal együtt egy olyan memorandumot fogalmaztunk meg és szavaztattunk meg rajtaütésszerűen, amely fellép a romániai falurombolás politikája ellen. És aztán mondjuk ez egy nagy fejezet, szerintem itt telt be a titkosszolgálat szemében, itt telt be a pohár, és akkor rá egy évre közvetítették azt a panoráma interjút, amelyet egy kanadai forgatócsoport készített, amely szintén a falurombolást leplezte le. Annyira megijedtek a kanadai televízió állomás, amelyik megrendelte az anyagot, titkon, kalandos körülmények között készült el ez a film, hogy nem merték a Ceausescu Romániájával szemben le
vetíteni, sugározni a televízióban, és így kapott a filmen, a felvételen Krudinák Alajos, Tőkés István bátyám, ő itt él Budapesten, ő közvetített, ő akkor Kanadában élt, és így robbant be a Temesvára képbe. És aztán elindította a lavinát, ami megbuktatta Ceausescut, összeomlott a rendszer, és tulajdonképpen 90 év elején, tehát a új év után hihetetlen nagy reményekkel nézett a jövőbe az erdélyi magyarság, mondhatom azt is, hogy a Kárpát-medencei magyarság, és hát olyan elképzelések voltak, hogy itt most a kisebbségi sorsba kényszerített magyar nemzetrészek is megtalálják az önazonosság megtartásához szükséges utat. De aztán jött az első hideg zuhany, a marosvásárhelyi pogrom márciusban. Hogy szerveződött a magyarság Erdélyben, és hogy indult el a politikai küzdelem Románián belül az önazonosság megtartásáért, az autonómia kivívásáért? Még annyit fűznék hozzá az előbbiekhez, hogy jól mondtad, nem csak az erdélyi magyarság, hanem azt gondolom, hogy az egész magyarság közös történelmi eseményének tekinthetjük Temesvárt, ugyanis én azt gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy az 56-os forradalom óta semmi nem mozgatta úgy meg az összmagyarságot, mint éppen a temesvári események. Tehát ez az esemény nem csak Románia történetébe, hanem a magyar nemzet történetébe is beillik ilyen értelemben, mint ahogy az erdélyi magyarság túlélésért, fennmaradásért, felszabadulásért folytatott harca is szerves részét képezi a magyar történelemnek. Hát a hullámok nem csak Kárpát-medencében, hanem azon kívül is Európába, sőt Amerikába is eljutottak. Hát a temesvári hőst, elnézést püspök úr, hogy így nevezlek. Köszönöm. A temesvári hőst fogadta Bush, amerikai elnök, az ENSZ székházába szívélyesen fogadták, levelet írt neki Lech Valenzától kezdve Havelen keresztül számos prominens személyiség Európában. Még a pápa őszentségénél is voltam külön kihallgatással. Tehát ez egy világra szóló esemény volt. De ennek a világra szóló eseménynek aztán az erdélyi magyarság életében hogyan vált, vagy mit tudott valósággá, illetőleg realitássá válni a mindennapi életben? Kísértetiesen ismétlődik a történelem. Engedd meg, hogy egy párhuzam mentén beszéljek erről, amiképpen véget ért a második világháború, és óriási várakozással és felszabadultsággal szervezkedtek az emberek, attán az egész társadalom Magyarországon, Romániában az új életre, a békére. Ugyanúgy egy diktatúra véget ér, és mindenki nagy nekirugaszkodással indult az új élet útján, egy kicsit tudatosan, szónokiasan fogalmazok, és akkor is megfagyott minden rövid idő után, de itt már a párhuzamot meg kell szakítanom, ugyanis a nagy különbség 45 és 89 között az volt, hogy akkor nyilvánvaló jött a bolsevizmus, elkerülhetetlenül beigazolódott, ott nem volt megalapozott a társadalmi elvárás, a felszabadulásba vetett bizodalom. Azonban itt emberi számítás szerint, és gondolom ebben egyet érthetünk, már nem kell félnünk egy világ diktatúra rémétől. A globalizmust mégsem tarthatjuk éppen egy olyan fajta szabadság jogfosztó diktatúrának, vagy a diktatúra valamilyen képződményének. Nos, éppen az keserít el, hogy jó, akkor eltorzult a társadalom, eltorzult a Magyar Népi Szövetség, eltorzult a politikai élet, a civil élet, az egyházak fogságba, a kommunizmus fogságába kerültek, de most valóban megnyílt egy új lehetőség. Most úgy kell értékelnünk, hogy
hogy politikai, megnyílt a politikai színtér előttünk, lehetőség, reális lehetőség van a változtatásra, a magyar nemzet felemelkedésére, egyesülésére, kibontakozására, a kisebbségi igának a lerázására. És itt keserít el, hogy a magatartásban a párhuzam sajnos tovább folytatható. Vagyis az RMDSZ-ben szervezkedő magyarság, de általánosíthatok többé vagy kevésbé a többi utódállamok béli magyar közképviseleti vagy pártszervre, szervezetre is, a magyarság nagy mértékben úgy viselkedik, mint 45-ben, ugyanannyira hajlamos a megalkuvásra, a behódolásra, a politikai opportunizmusra, a kisebbségi politikusok a politikai asszimilációra. Rendre nem használjuk ki az európai és a nemzetközi viszonyok kínálta lehetőségeket. És ez még tragikusabb, ha arra gondolunk, hogy egy szuverén, független állam, egy olyan állam, mint Magyarország sem használja ki, mert az még hagyján, hogy mi egy csekély kisebbség a román többséghez viszonyítva nem tudunk élni a lehetőséggel. Nem olyan csekély, mert 2 millió ember máshol államot alkot, Szlovénia vagy Észtország nem rendelkezik több lakossal, mint az erdélyi magyarság létszáma. Így van, sőt, akkor azt mondhatjuk országnyi. Igen. De ha Magyarország nem lép erre a cselekvő nemzeti érdekeket, a nemzeti érdekeket mindenek elé helyező, végre évszázados függőségi viszonyokon felülkerekedő, önálló politizálás útjára, akkor illuzórikussá válik a mi kisebbségi szervezeteinknek is ez a fajta törekvése, mert nem elég, hogy Bukarest csak gátol ezen törekvésünkben, vagy Pozsony, vagy Belgrád, hanem Budapesten sem lelünk támaszra túlélésért folytatott küzdelmünkben. Így aztán az a paradoxális helyzet állott elő, hogy amióta felszabadultunk a Ceausescu diktatúra előtt, minden megelőző időszakhoz képest nagyobb mérvű az erdélyi magyarság pusztulása. És ezt nem akarják tudomásul venni sem a mostani kormány, sem az a félrevezetett közvélemény. Mind arról beszélnek, hogy javul a román-magyar kapcsolat, hogy minisztereink vannak a román kormányban, és közben a magyarság úgy olyan mértékben pusztul, hogy itt már csak a lármafák meggyújtásáról és az SOS jelzés kiadásáról lehet szó, és ezt bizonyos értelemben Magyarországra nézve is ki lehet terjeszteni. Hát azért kellene egy kicsit pozitív képet is adjunk az elmúlt 15 évről, hogyha már csak címszavakban 90-től 2002-ig mi volt az, amit a határon túli magyarság, és hát különösen az erdélyi magyarságról beszélünk most, de azt hiszem lehet a Kárpát-medencéről általában, amit a trianoni határok közé beszorított Magyarország, mert a beszorított szót azért szeretném aláhúzni, mert itt a demokrácia és a szabadság most ugyan nem szembesült egy diktatórikus veszéllyel, de szembesült a nacionalizmus, sőt a sovinizmus falával. Tehát akár Bukarestbe, akár más fővárosokat megnevezhetnék, kettőt, hármat a környezetünkbe, de kettőt mindenképpen. Ugye ezek voltak a fő akadálya, de hát azért valami pozitívum is történt az elmúlt 15 évben, mondjuk 90-től 2002-ig, mik voltak a fő pozitív vonások, hogy aztán valami jövőképet is tudjunk festeni a kedves nézőknek, hogy azért tényleg kritikus a helyzet, de a reményt soha nem szabad feladni? Jaj, hát nem is volna, tévedés volna, hogyha ezzel a reménytelenséget akartam volna sugallni. Hát első eredménye az például, hogy mi itt együtt ülhetünk ebben a stúdióban, és hát a kritikai, a társadalom kritikának a velejárója, hogy ilyenkor inkább a negatívumok domborodnak ki. Természetesen beszélnünk kell arról, hogy egyfelől elindult a rendszerváltozás,
azzal nem számoltunk, hogy ilyen hosszú ideig és ilyen kerülő utakon fog tartani. Utána megindult a nemzetegyesülés folyamata, tehát az már csak végső megfogalmazódása, hogy határok feletti nemzetegyesítés, ez a 90-es évek végén fogalmazódott meg ilyen programszerűen, de már azelőtt egymásra találtunk. Magyarország és az elszakított nemzetrészek egymásra találtak. Nagy segítségünkre volt Magyarország is, sőt az egész magyarság világszerte újból összefoghatott. Olyan folyamatok indultak el, amelyek mind az egyházban, mind a civil szférában, mind a politikai életben, lelki szemeink előtt mégiscsak egy konvergens, együttható irányba mutatnak, és a nemzet felemelkedésével, felemelkedésének az ígéretével kecsegtetnek bennünket. Néha elfogy a türelmünk, hogyha a folyamatok hosszúságát nézzük, mert emberi életünk emberöltőkben mérhető, és a történelem, a történelmi idő századaihoz képest okkal és joggal vagyunk türelmetlenek, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk, még hogyha kacskaringókkal és zsákutcákkal is szegélyezi a történelem ezt a kibontakozást, és ebből a szempontból még a 2004. december 5-i népszavazás sem felettetheti azt, hogy egy olyan folyamat indult el 1989-ben, amit megítélésem szerint nem lehet visszatéríteni. Akár az unió kontextusában is gondolkozhatunk, ha már ebben a műsorban vagyunk. Elképzelhetetlen az számomra, hogy egymásra találjanak Európa népei, de közben ne találjunk mi magyarok egymásra. Ez lehetetlen. Én úgy érzem, hogy a magyar-magyar integráció, a magyar integráció az szerves részét képezi az európai integrációnak, és hogyha nem így volna, akkor az torzulás és aberráció volna. Ezért csodálkozom azoknak a félelmeknek a láttán, amelyeket például ennél a kormánynál tapasztalok, gondoljunk a státustörvény ügyére, vagy a kettős állampolgárság körüli politikai botrány és már történelmi botrány szintjére emelkedett kérdésre. Nekünk minden erkölcsi alapunk és teljes európai legitimitásunk megvolna és megvan ahhoz, hogy a nemzet újból egyesüljön, hogy visszanyerjük magyar állampolgárságunkat, hogy nem csupán a kultúrában, az anyanyelv terén, hanem intézményeinkben és politikailag is, mint egységes nemzet artikulálódjunk Európához, nem a kis Magyarország ország lakói, hanem a Kárpát-medencében élő magyar nemzet csatlakozik, és mint ilyen kellene, hogy viszonyuljon. Ezért is szorgalmazzuk, és nem vagyunk egyedül ezzel a kérdéssel, a régiók Európájának a felépítését. Tehát nem nemzetállamok Európájáról, hanem régiók Európájáról beszélünk tudatosan, hiszen ezen kereten belül lehet a határokon átívelő nemzetegyesítés programját megvalósítani. De hát a december 5-i kiábrándító népszavazást követően sokakba, megvallom őszintén, bennem is felmerült a kétség, hogy létezik egyáltalán magyar nemzet, legalábbis a magyarországi határokon belül megosztott, van, akiben él a nemzeti érzés, van, akiben nem él, de én úgy gondolom, hogy azért nem él, mert úgy olyan nemzetellenes nevelésben részesült a kádári időszakban, ami ezt nem tette lehetővé. Tehát arra a kérdésre, hogy van-e magyar nemzet, azért most már én is
azt mondom, hogy igen, van, csak egy megtört tudatú nemzetrész is van ezen nemzeten belül, de hát ennek az Európának a felépítésében én azt hiszem, hogy a magyar nemzet egységének a helyreállításában a határon túli magyarság tud nekünk most többet adni, mert erkölcsi tartásból, nemzeti érzésből leckét kaptunk a határon túli magyarságtól. Te is így látod, püspök úr? Észd eszembe jut a híres verssor, megfogyva bár, de törve nem. A kommunizmus és a Kádár rendszer már oda sodorta a magyar nemzetet, hogy megfogyva is, megtörve is kerültünk ki a kommunizmus évtizedeiből. Nos, megroppantak ide identitásunk tartószlopai, pillérei és abroncsai. És ez nem csupán a magyarságra érvényes. Látom, hogy az identitásválság az másmilyen módon nemzetközi probléma. Egyes erőknek érdeke, hogy Nyugat-Európa is elveszítse az identitását, hogy egy kozmopolita, hogy az internacionalizmusból mi is átessünk a ló másik oldalára, a kozmopolitizmus irányába. Gondoljunk például az egyházra, a hitre. Hát egyik legerősebb tartóoszlop a nemzeti identitásnak a vallási identitás. Gondoljunk az európai alkotmányra, ott már nem volt helye egy mondat erejéig sem a keresztjén örökségnek, és a mi magyarságunknak is nagyon hiányzik a hit. Talán ezzel a hittel kellene nem csupán a karácsony elébe mennünk, nem csupán az új esztendő elébe néznünk, hanem a magyar jövőképbe is bele kellene szőnünk ezt a hitet, mely talpra állíthat bennünket. Úgy legyen, püspök úr, nagyon szépen fejezted be a gondolatsort, és miután időnk lejárt, ezért el is kell köszönni. Ezzel a pozitív képpel köszönöm meg, püspök úr, a mai beszélgetést. Önöknek, kedves nézőink, a figyelmet, és találkozunk mához egy hétre ugyanebben az időben. Viszontlátásra!